Köszöntöm magazinunk nézőit, Havasi Petra vagyok. Július közepén járunk, perzsel a kánikula. Azt tanácsoljuk, pihenjenek meg egy kicsit velünk a Zóna magazinnal. Íme a kínálatunk. Járókelő. Fontos-e, hogy minőségi bort fogyasszunk? Kultzóna. Balatoni borok versenye. Religió. Szent Micsével búcsúzott híveitől Barsi Balázs atya. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult 4 keretes képújság szolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Ha a hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. A híradóból is értesülhettek nézőink arról, rangos verseny zajlott a balatoni bor régióban. Jobbnál jobb minták közül választotta ki a zsűri a legkiválóbb nedüket. Ma is megkérdeztük a járókelőket. Arra voltunk kíváncsiak, fontos-e, hogy minőségi bort fogyasszanak, szem előtt tartják ezt vásárláskor. Nézzük a véleményeket! Önnek mennyire fontos, amikor bort iszik, vagy bort vásárol, a minőség? Mennyire törekszik arra, hogy minőségi bort fogyasszon? Főleg a Rokait szeretjük. Az az első. Aztán még vannak ilyen olcsóbb borok, de azt nem igen szoktam venni, csak ezt a Rokait. Ez a nyerő. Akkor fontos, hogy minőségi legyen a bor? Hogyne. Hogyne, ez nagyon fontos. Hát megmondom őszintén, én 2 éve nem ittam alkoholt, semmilyen formában, így erre nem tudok nyilatkozni. És a korábbi időszakban esetleg? Hát házi bort ittam, jobban vöröset. Ez a kedvence? Hát volt, igen. Most már nem iszok egyáltalán. Nagyon fontos, mert fontosnak tartom azt, hogy a bort ugye az Istennek, a vérének mondjunk, és hát mindenkinek azt tudom mondani, hogy mennyire hálás, milyen vére van, stb., és ez az életben kibontakozik, de viszont mindenre születni kell, fontos a jó bor fogyasztása, nem mindegy, hogy ki miből ősz sportot, továbbá azt akarom mondani, hogy Magyarországon jó borok találhatók többek között a Balaton felé, Tokaj, illetve Szekszár, de szerintem vannak drágább borok is, de nem azon múlik, nem vagyok nagy borfogyasztó, de viszont azt akarom mondani, hogy ahogy mondtam, nem mindegy, hogy ki miből ül sportot. Ennyi. Melyik a kedvenc bora, még azt árulja el? Hát melyik a kedvenc borom? Továbbá a kedvenc borom nincs, de amikor szokok bort fogyasztani, az Badacsonyi. Badacsonyi. Illetve Szekszárdi. Én nekem semmi már nem iszok bort. És régebben esetleg? Régebben, nagyon régen, ezelőtt 20 évvel, 25-tel. Akkor megittam 1-2 pohárra, de azon kívül nem. Úgyhogy... És milyen tanácsot mondanak? Ha már valaki iszik, akkor csak minőségi bort? Csak minőségi tudjon, semmi mást. De én nem iszok. Hát én kérem, nem fogyasztok alkoholt, így bort sem. Úgyhogy... Mondjuk, ha vendégséget vár, akkor biztos vásárol, akkor fontos, hogy jó bort vegyen? Igen, biztosan. Igen, fontos. És milyen borokat részesít előnyben? Jaj, hát nem tudok erre válaszolni. Hazai borokat? Hát igen, igen. És én a férjemre bízom, tehát ő szokta. Úgyhogy én nem... Hát rossz bort nem szereti senki szerintem, úgyhogy... Milyen fajtájú bort szeret? Hát, időtől függ, ebbe a nagy melegben fröccs bort szeretek télen, ősszel télen, jó kis vörös bor. Van olyan pincészet, amelyet előnyben részesít? Szokta ezt figyelni, hogy honnan származnak a borok, amiket az üzletek polcain talál? Persze, persze, hát itt a környéken nagyon sok jó bor van, úgyhogy
De hát aki egy boltba megy, tehát nem pincészettől vásárol, hanem bemegy a boltba, és ott a polcról leveszi, hát ismert nagy borvidékek ott vannak. Tehát. Akkor ön ért is a borhoz valamilyen módon? Nem ments, hogy értsek. Egyszerű fogyasztó vagyok. Csinálni nem tudok. Meg szoktam nézni, mit veszek. Tehát fontos. És melyek a kedvencei? Van kedvenc bora? Cselszegi Fűszeres. És hogy melyik pincészettől, az is fontos, szokta figyelni? Nem, igen. Egy közép kategóriát nézek árba. Gyakran van olyan alkalom egyébként, amikor bort fogyaszt? Ősztől tavaszig. Hát igen, nagyon fontos, csak mi nem fogyasztunk. Mi egyáltalán nem fogyasztunk. Hetednapi adventista vagyok, és mi nem fogyasztunk alkoholt. És a családom sem, mert jogosítványuk van, olyan munkahelyen dolgoznak, hogy nem fogyasztanak. Hát minőségének kell lenni, tudnélik. Hát azért vacakka nem kínálja meg az ember az ismerősöket sem, meg hát önmagam részéről is. Az én kedvencem a cselszegi Fűszeres, úgyhogy ez egy igazi jó kis környék, Balaton környéki bor, és nagyon finom, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Nekem pontos, igen. És hol szokta beszerezni azt a bort, ami elfogy? Hát inkább ide üzletbe, üzletekbe, Flóriba például. És van kedvenc borászata? Meg szokta nézni a címkén? Nincs. Nem válogatós vagyok. Nem vagyok válogatós. És a fajták közül melyik a kedvence? Vörös-fehér? Hát az alkalomtól függ. Na de többnyire akkor melyik? Jobban szeretem inkább a fehér. Fehér bor. Az az igazi. Hát ő mindenféleképpen. És melyik a kedvence? Van esetleg olyan pincészet? Nem nagyon vagyok boros, de a kínálatban minőség a lényeg. S most a járókelők véleménye után következzenek a szakemberek. A 18. Balatoni borversenyről készített hosszabb összefoglalónk következik. Veszprémben hirdették ki ünnepélyes keretek között a 18. Balatoni Borok versenyének győzteseit. A Balatoni Szövetség a Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa programmal együttműködve 2021-ben új alapokra helyezte a borrégió egyik legrangosabb szakmai mustráját. Minden eddiginél több, összesen 92 termelő jelentkezett 360 borral. Mind a 6 borvidék képviseltette magát szép számmal ezen a versenyen, és hát egyrészt hagyományt jelent neki számunkra, mivel 18. alkalom, másrészt pedig minden évben egy megújulást, illetve újfajta borokat kóstolhatunk, új termelőkkel ismerkedhetünk meg, és szerencsére a színvonal is, én úgy gondolom, hogy egyre magasabb lesz az évek során. Kik azok, akik neveznek a versenyre általánosságban, és mi jellemző az idei nevezésekre? Hát általánosságban vannak olyanok, akik hagyományosan minden évben szoktak nevezni. Az idei év az egy rendkívüli évnek mondható, mivel sokkal több termelő, illetve sokkal több borral nevezett. Eddigiekhez képest szinte meg kétszereztük mind a minták, mind a termelőknek a számát. Pont ezért sok olyan új termelőt is megismerhettünk, akikhez eddig még nem volt szerencsénk. És milyenek a minták, milyen véleménye volt a zsűrinek, ön már ismeri a végeredményt is?
Igen, mondhatnám, hogy a zsűrinek nehéz dolga volt, de ez igaz volt. Egyrészt a rengeteg mintaszámra tekintette, másrészt tényleg nagyon jó minőségű borok voltak, és tényleg nem csak a fehér borokra, hanem a vörös borokra is ugyanúgy igaz, hiába vagyunk mi egy fehérboros borvidék, illetve a borrégió, nagyon szép vörös borokkal is lehetett találkozni, nagyon jó minőségű pezsgőkkel, gyöngyöző borokkal, rozékkal, úgyhogy tényleg nagyon színes borválasztékból választhatott ki a zsűri a legjobb borokat. Mit jelent az esemény szempontjából az LKF-fel való együttműködés? Hát én úgy érzem, hogy ez valaminek a kezdete, tényleg ez az első próba év volt, és hát 2023-ra fog ez kicsúcsosodni, de egy nagyon sikeres kezdetnek gondolom, és én remélem, hogy ők is úgy érzik ezt, és hát folytatjuk ezt a közös reméljük hagyománnyá váló együttműködést. Azt hiszem, hogy elég jó évjáratokon vagyunk túl. A 2020-as egy picit nehezebb volt, de elég sok 18-as és 19-es bort is kóstoltunk, amelyek viszont mindenképpen megütik azt a mértéket, ami elvárható. Elég sok különféle stílusban kaptunk borokat. Ugye nagyon szép pezsgők voltak a kínálatban, meglehetősen sok az illatos szőlőfajtának bora. Úgy gondolom, hogy ez részben összefügg azzal, hogy milyen divat irányzatok vannak éppen. De egyértelmű, hogy az olasz rizlingből volt a legtöbb. Személy szerint egy picit szerettem volna több kéknyelűt esetleg a felhozatalban, bár tudom, hogy a kéknyelű egy nagyon nehéz fajta. A vörösboroknak is egyre nagyobb lesz a száma, hiszen a terület tetszik, nem tetszik, melegszik, és bizony a fehér szőlőfajtákra különösen oda kell figyelni. Ugye, hogyha a savak elmennek, akár egy olasz rizlingből, akár egy más fajtából, akkor az már nem csak az aromatikát, de a bornak az eltarthatóságát is befolyásolja. Mit jelent a minőség? Emelkedett az előző évekhez képest? Lehet ezt mérni, lehet ezt így mondani? Valamelyest mindenképpen. Úgy gondolom, hogy stílusban lehetne még egy picit talán változtatni és menni előre. Egy kicsit hiányoltam a nagyon karakteres, olyan szép olasz rizlingeket, amelyek a terroárt valóban kifejezik, és mondjuk úgy, hogy összetéveszthetetlenül ide a régióhoz tartoznak. Mi a véleménye azzal kapcsolatosan, hogy ez az együttműködés a szervezés során, amely megvalósul, ez mit jelent a balatoni borok tekintetében? Én nagyon bízom benne, hogy előremutató kezdeményezésről van szó, hiszen minden olyan alkalom jó, amikor a borainkat nagyobb közösség számára tudjuk megmutatni. Az, hogy ez most éppen Veszprém városához vagy a Balatoni Szövetséghez köthető, úgy gondolom teljesen mindegy. A lényeg az, hogy legyen figyelem a borokon, legyen figyelem azon, hogy a minőség mindenki számára abszolút követelményként ívódjon be valahogy az agytekervényekbe. A potenciálunk abszolút megvan ahhoz, hogy itt tényleg világhírű és gyönyörű borokat készítsünk. Elsősorban talán amúgy magunknak, hiszen a legjobb vendégeink mindig mi vagyunk. De azért nem árt, ha a külföld is tudja, hogy itt a Balaton környékén különleges, szép és egyedi borokat lehet kapni. Az eredményhirdetés számos jeles minősítést hozott. Több borászat is volt, akik többféle borfajtával versenyeztek. Ez a Balaton borrégiós borverseny egy nagyon jó kis megmérettetés. Gyakorlatilag kezdetek óta mi nevezünk és megmérettetjük borainkat ezen a borversenyen. Azt gondolom, hogy egy fontos seregszemle akár egy kis helyi borverseny, akár egy régió szintű, hogy mégis a régión belül elhelyezzük, hogy állunk a borok stílusával, vagy éppen hogy közelítjük meg egy-egy fajtát, egy olasz rizlinget, ami ugye szinte minden borvidéken található, de akár éppen, hogy egy kéknyelűről mi a visszajelzés, ami viszont csak a mi borvidéken vidékünk fajtája, úgyhogy nekünk fontos ez a balatoni borok verseny a kezdetektől. És mit jelent ez az eredmény? Mennyire elégedett ezzel az eredménnyel? Milyen rangja van? Milyen rangja lesz ezeknek az elismeréseknek?
Büszkénk vagyunk minden elismerésre és minden borverseny eredményre. De a balatoni borokversenyén is 3 aranyéremmel térhetünk haza. Fontos, komoly és lazább borok is sikerült aranyérmet szerezzenek, illetve több ezüstérmet is kaptunk. Nyilván ezek fontos dolgok, főleg egy ilyen év után, hogy nagyon kevés borverseny tudott megvalósulni, vagy azért, mert ugye a pandémia után volt csak lehetőség, hogy megszervezzenek egy-egy borversenyt, és sok helyen, főleg egy ilyen kisebb borvidéki hegyközségi versenyre már nem feltétlenül maradt energia, illetve okafogyottá váltak, de egy-egy nagyobb borverseny, mint ez a borrégiós verseny is, vagy akár egy-egy nemzetközi verseny azért megvalósításra került az idei évben, és ezek mindig a termelőnek fontos visszajelzések, és fontos marketing eszközök is tudnak lenni, én azt hiszem, és azt gondolom. Mit jelent a borászat szempontjából az Európa kulturális fővárosával való együttműködés, illetve a várható programokon való közös részvétel? Én azt gondolom, hogy a szőlő és a borkultúra az nyilván a magyar ember kultúrájának elengedhetetlen része. Gyakorlatilag a képzőművészettől, a zenén keresztül mindenhez szervesen kapcsolódik a szőlő és a borkultúra. Szerencsére a borkultúra ma már megint egy kellő komoly szintre emelkedett az emberek átlagfogyasztók körében is, és én így azt gondolom, hogy egy-egy ilyen rendezvénynek, kulturális rendezvénynek, különböző programoknak a kísérői, és nyilván az nem mindegy, hogy egy komoly nemzetközi vendégeket vonzó kulturális eseményen gyakorlatilag egy komoly megmérettetett borokkal tudnak kedveskedni, és komoly borok tudnak megjelenni ezeken a kísérő programokon. A borbépincészet ráadásul a zsűri külön díját is kiérdemelte 2017-es évjáratú olasz rizlingjével. A Veszprém Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa fehér borának kategóriáját a somlói tornai pincészet 2019-es Aranyhegy Jufark bora nyerte. Az LKL vörös bora a Balaton keresztúri Rubin borászat periféria merlója lett, pezsgő kategóriában pedig a garambári szőlőbirtok Lellei Furminja nyerte el az LKF pezsgője címet. A kiválasztás eredményeképpen a Veszprém Város Bora 2021 címet a badacsonyi Villa Pácai borbirtok 2018-as prémium Chardonnay bora nyerte. A balatoni borok versenye díjazott borait a veszprémi Rosé Riesling és Jazz napokon külön standon kóstolhatja majd a nagyközönség augusztus 11-e és 22-e között. Barsi Balázs atya, a Sümegi Ferences kegytemplom igazgatója néhány héttel ezelőtt jelentette be, hogy augusztustól elöljárói döntésének elegettéve Széchenybe folytatja szolgálatát. A sümegi hívek és tisztelői utoljára láttak tőle vasárnapi szentmisét. A mise végén meghatódottan mondott köszönetet a negyedszázados sümegi évekért, Isten kegyelmébe ajánlva mindazokat, akik követik a tanításokat. Az evangéliumot és a szentbeszédet láthatják most, majd a mise végén megható gondolatokat. Balázs atya aranymiséjét majd ismét Sümegen tartja, szeptember 18-án, a nagy búcsú előtti szombaton délelőtt 10 órakor.
Abban az időben Jézus magához hívta a 12-t, és kettessével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek fölött. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot, sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Aztán így folytatta. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, és még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük. Azok elmentek, s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt űztek ki, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Ezek az evangélium igéi, per evangelica di. Szeretett testvéreim, ahogy hallottuk az első olvasmányból, a királyság templomából, vagyis a földi hatalom területéről a látó embert elzavarták. Menj el innen! Vagyis a királyság, a földi uralkodás, a parlament kitiltotta a látó embert. Érdekes, az ottani papságot viszont meghagyta. Miért? Mert ez a papság már régen kivetette magából a látó embert, csak a hatalmat kiszolgáló, a szó legszorosabb értelmébe vett békepapság lett. Kedves testvérek, nem mindig így volt Izraelben, és nem mindig így volt a történelemben sem. A királyság, a parlament az emberi közösséget szolgálja. Ugyanakkor, ha az ember szolgálja, akkor nem vághatja két darabra. Polgár, meg Istent kereső lény. Ez nem azt jelenti, hogy a parlamentben prédikáljanak, de az a parlament, akár az európai is, amely kitiltja a látó embert, ahol nem mondhatnak olyan szavakat, amelyre ne gyalázkodás lenne a válasz, hanem néma csönd, ott baj van. Ez a hatalom csak olyan papságot tűl meg, amely elszakadt a prófétaságtól. Lényegében azt akarom mondani, hogy az uralkodás, a papság és a prófétaság az eleve benn van az emberben. Csak elszakadt az Istentől. Hiszen Isten Ádámot azért teremtette, hogy uralkodjon a világ mindenségbe az ő alattvalójaként, az ő gyermekeként, az ő hatalmával. És az ősi papság a paradicsomkertben nem volt más, mint kapcsolat az Istennel. A papság lényege, hogy az ember és az Isten kapcsolatát szolgálja. Amíg nem szakított az ember Istennel, addig a papsága megvolt Jézus Krisztusban, és látó ember volt. Azt mondja Johannes Dunscotus, ez a Szent Ferences zseni, Ádám mielőtt elszakadt volna Istentől, látta a létezést, hogy a semmiből van, és egy végtelen szerető Isten tartja fönn. Kedves testvérek, amikor az ember elszakad az Istentől, akkor darabokra hullik. És az a hatalom, amely kitiltja a látó embert, az önmaga ellen cselekszik. Az ember pontosan arra való, hogy Istennel kapcsolatba legyen, egy Istent kereső állatfajta, vagyis nem állat. Ez a papság, kapcsolat az Istennel. És az ember képes arra, hogy lássa a létezést. Ne csak a felszínen mozogjon.
és ez adja meg, hogy uralkodjon. Kedves testvérek, Ádám, és ez azt jelenti, hogy minden ember benne, autonóm akart lenni. Elszakadok az Istentől, majd én leszek az Isten. Az igaz, hogy a világban a dolgoknak van autonóm jellege. Azt nem kell elvallásosítani. Tehát, hogy hogyan képződik az eső. Az nem Isten közvetlenül dönti el, meg vannak a törvényei. Tulajdonképpen egy közösségnek is bizonyos törvényei vannak, van autonómia. De most figyeljünk, a létezésben nincs autonómia. Ha Isten ebben a pillanatban nem akarná a létezést, akkor nem por és hamu lenne, hanem semmi. Visszaállna az emberi értelem számára az az értelmes állapot, hogy egyedül a semmi érthető. Ott nincs kérdés. Ha van egy porszem is, az nagy probléma. Nincs megmagyarázva. Ha ezt nem látja egy tudós, ha nem látja egy politikus, nem látja egy mi, egyszerű emberek, nagyon nagy baj van. És a tudománynak nincs rá eszköze, hogy ezt kutassa, mert nincs 2 méter létezés, meg 5 kiló létezés. De azért engedjétek meg, azért a dolgokban a legizgalmasabb dolog nem az, hogy ilyen vagy olyan hideg vagy forró, jól lesik nekem az étel vagy nem, hanem az, hogy van. Ez az Isten királysága, ez a szeretet uralma. Amíg a királyság vagy a modern parlament odafigyel a látó emberre, amíg ott a soraikban látó emberek ülnek, például a Robert Schuman, ez a politikus, mert a politika nem piszkos, az ember tud piszkos lenni. Ez a politikában lett szenté, szenté fogják avatni. Látta a létezést, naponta áldozott, és közben küzdött olyanokkal, akik nem látják a létezést, a becsületesség és a közös fogalmak és alapokból kiindulva, amit ma már lerontanak. Kedves testvéreim, nagyon súlyos ez a mai eset, mert ez ma történik. Az ember mégis képes arra, hogy papságát megélje Krisztusban, vagyis Istennel kapcsolatban legyen, hogy lássa a világ legmélyét, a létezést, és ez az uralkodás. Nem az az uralkodás, hogy a másiknak parancsolok, az parancsolgatás. A papság tehát nem kapcsolhatja ki magából a látó embert. A jövő papsága egy lesz, látó ember, aki órákat megszökve a hívektől, visszautasítva a nyüzsgést és a menedzser papságot, órákig, éjszaka imádkozik, könyörög, a bűneivel küszködve, hogy mire a hajnal elérkezik és misézik, akkor már olyan álljon ott az oltárnál, aki látta a létezést és a létezés teremtőjét, a Szent Háromságot. De a király és a köréje gyűlt hatalmi evilági szervezet sem kapcsolhatja ki véglegesen az Istent. Nem úgy van ott jelen, hogy prédikálnak, meg okvetlen imádkoznak. De igenis tudni kell, hogy mi az ember, akit szolgálnak. Maga az ember nem adhatja ki magából az Istennel való kapcsolatot, a látást, mert akkor elveszítette az uralmat a világ fölött. A történet tehát, amit az imént felolvastak, az emberiség egész történelmének, az ember tragédiájának leírása, ami most is történik, hát a dolgoknak a tragikomikuma, iróniája, hogy mindez hol történik,
Bételben. Menj innen, látó ember! Mi történt Bételben? Jákob látott. Éjszaka álma volt. És látta, hogy egy létra emelkedik a földdel az égig, és Isten angyalai lesföl járnak rajta. Amikor ezt leírták a Szentírásba, akkor a zsidóság már tudta, hogy az Isten nem a padláson van, és nem a holdon, mint annak idején a szovjetek gondolták, hogy érdekes, nincs ott az Isten, nincs is. Nincs létra, mert a létrát összetörtük. Istenhez az ember nem juthat el. Ezt Jézus mondja. Amikor gazdag ifjú távozik, és megdöbbennek, hogy milyen nehéz a gazdagnak bemenni az Isten országába, azt mondja Jézus, hát könnyebb a tövének átmenni a tűfokán, és akkor megdöbbennek, Jézus egy harmadszor fokozza. Ide figyeltek, embernek lehetetlen Istenhez jutni, de Istennek lehetséges. Ezért ő jön el értünk. Valami olyan tettünk tönkre, amit a saját erőnkből nem tudjuk visszaállítani, legfeljebb bábeli tornyokat, és világbirodalmakat építünk, hogy befogjuk az energiát, az Istent uraljuk, és működtessük ezt a világot. Kedves testvéreim, Bétel. Jákob, mondják az első nagy keresztény szentatyák, megálmodta a názáreti Jézust. Én vagyok az út, vagyis az egyetlen pap, aki összeköti az eget és a földet. Az álom megvalósult, és amikor Natánaelt meglátja, azt mondja, íme egy igaz izraelita, honnét ismersz engem? Láttalak a fügefa alatt. A fügefa azt jelenti, hogy ott olvasták a Szentírást, várták a Messiást. Azt mondja, hogy nagyobb dolgokat is fogsz látni. Az ember fia fölött föl s alá járnak Isten angyalai. Vagyis én vagyok a Jákob lajtorjája. Majd meglátod, amikor a testem föltámad, és 40 napon megmutatom magamat, hogy bennem van összekapcsolva az ég és a föld. Jákob álmát ismerő Izraelbe jelent meg Jézus, aki kereszthalálában, föltámadásában a 11 apostoltól, több mint 500 testvértől, és pünköskor az zsidó alsó papság egy részétől úgy lett felismerve, mint Jákob lajtorjája. Hiszen mit mond a zsidó Tamás apostol? Én Uram, én Istenem. Embert lát és Istent val meg. Vagyis Isten ember vagy. Pap vagy. És csak a föltámadás után ismerik föl, hogy egyetlen király van. Ő a fölkent, a messiás király. Mert amikor eltemették, akkor megtörtám bennük a hit. Mert Nátán azt mondta Dávidnak, egy utódod majd örökké uralkodni fog. A szűzanyának is ezt mondta az angyal. Hát hogyan uralkodhat a názáreti Jézus, aki csodákat tett, akiről azt hitték, hogy messiás király, aki majd a rómaiakat kiűzi, és elhoz egy csodálatos világbékét, hát hogy uralkodhatik mindörökkel, amikor most tettük be a sírba? De amikor föltámadása után látták, akkor azt mondták, hát ez az egyetlen uralom, mert a halál fölött uralkodik. A létezés fölött uralkodik. Ez az az uralom, amire az embert meghívta Isten. És Jézus az egyetlen látó ember. Azt írja Szent János evangelista, mert az Isten soha senki sem látta, csak az egyszülött Isten. A názáreti Jézus, aki az Atya ölén van. Ezért is mondja, hogy mi arról beszélünk, amit hallottunk és láttunk. A proféták kaptak egy üzenetet, amit továbbadtak. Jézus nem proféta. Ezért a zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy Isten hajdana proféták
és az ősatyák által szólt, rossz a fordítás, végső időben nem fia által szólt, hanem fiában, fiából beszélt ki. Ő a látó ember, nincs több látó ember. És Ámosz becsületes volt. Miért vagyok én látó ember, meg próféta? Én egy egyszerű paraszt ember vagyok. Meg vadfügét szedegettem, szántóval, de az Úr meghívott. A Názáret Jézus nem hívta meg. A Názáret Jézusnak nincs civil élete. A Názáreti Jézust a Szentlélek tette emberré a szűz méhében, hogy az atyának a látója, a prófétája, az utolsó, a prófétaságot beteljesítő megjelenjen a földön, benne össze legyen kapcsolva az ég és a föld, az Isten és az ember, vagyis a papság, és elhozza, miről beszélt Jézus mindig? Isten uralmát. Amely nem azt jelenti, hogy letipor bennünket, meg félni kell, hanem Isten szeretetét. Az Isten uralma Jézus számára egy kapcsolat az atyával, amit megnyit nekünk, ha hiszünk benne. Ezért az efezusi levélben azt írja Szent Pál, hogy benne teremtett mindent, és benne választott ki minket a világ teremtés előtt. Tehát akkor a világ teremtés előtt kiválasztott ember, aki még nem szakadt el az Istentől, az Isten uralmát, királyságát jelentettem. Egyébként az ember, ha normális, egy szép, erkölcsileg is szép ember, az király. Hol vannak az állatok, a növények, és ez a hatalmas csillagvilág tőlem, aki tudom, hogy vagyok, és keresem az Istent, tudok róla, ők pedig nem tudják, hogy léteznek. Mindent a hatalmunkba adott, de csak fiában, mert ő benne teremtett. A látó ember, látó embernek teremtette, prófétának teremtette az embert, aki közben, amikor nézi a világot, lásson is, lássa a létezést. Ezért, amikor megkeresztelünk valakit, krizmával megkenjük a homlokát, és azt mondjuk, tagja lettél most Krisztusnak, a királynak, vagyis uralkodása, most kaptál uralkodást. A főpapnak, most az ő papságában részesültél, már a keresztséggel is, hiszen benned most össze van kapcsolva az ég és a föld, és tagja lettél Krisztusnak, a prófétának. Kedves testvérek, az Úr Jézus ezért jött el, hogy visszaállítsa az ember uralmát a földön, hogy visszaállítsa az örök papságot önmagában és a híveiben, és hogy ismét látóvá tegye az embert. Nagy csütörtökön ez a vér kiontatik értetek és sokakért a bűnök bocsánatára, vagyis amit régen a zsidó szertartásban nem sikerült megvalósítani, hogy állatokat feláldoztak, és akkor Isten bocsássa meg a bűnt, és minden évben meg kellett újrázni. Egyszer s mindenkorra felajánlott önmagát, értünk. És az első században már rádöbben a kereszténység, hogy a kereszténység akkor pap nélküli vallás, mert Jézus nem volt pap test szerint. Ő Dávid családjából származott, nem pedig Lévi törzséből. És itt van az ember zsenialitása, ha hisz Jézusban. Mi az, hogy nem volt pap? Csak ő volt a pap. Pontifex, hidépítő. Egyedül ő tudta összekapcsolni az Isten, az embert az Istennel, mert benne össze volt kapcsolva. És az uralmát, Pilátussal való titokzatos beszéd. Király vagy te? Te mondád. De ne félj, Pilátus. Az én országom nem e világból való, de vigyázzunk, arra is oda kell ám figyelni, amit Jézus nem mondott, és azt is tudjuk. Azt mondta, hogy az én uralmam nem e világból való, de e világban van. Eljött egy új uralkodás, amihez nem fegyver kell, nem erőszak kell, hanem eljött az Istennel való kapcsolat,
Az Isten szeretete kiárad szívünkbe, egy új ország, egy új uralkodás az embernek. Milyen csodálatos ez. Éppen azért halt meg, hogy a királyságába bevegyen minket, az ő uralmába. És ezért mondja a jobblatornak, aki odafordul, emlékezz meg rólam, ha országodba, királyságodba jutsz, még ma velem leszel, az én királyságomban. És ő a látó ember, aki akkor is látja az atyát, amikor a szenvedések elfedik előle, mert hozzá kiált, atyám, bocsáss meg nekik. Amácia szétszakítja az embert. Menj el innen, te látó ember, mert ez a parlament, itt nincs semmi keresnivalód, ez a földi uralom, ez az uralom létezik csak, kotrodj innen, másút prédikálj. És a papság maradhat, akkor az a papság már elárulta a papságát. Kedves testvérek, hát akkor most a parlament fonódjon össze a keresztény egyházzal, szó sincs. Nem, a királyság az királyság. De az emberre ne úgy tekintsen, mint egy állatfajtára. Hanem úgy, hogy aki keresi az Istent. Nem az a tragédia, hogy az Európai Parlament dokumentumában nincs benne az, ami a mi alaptörvényünkben benn van, hogy Isten, Isten áld meg a magyart. Nem ez volt a baj. Általánosabban is lehet fogalmazni. Úgy kellett volna kezdeni, európai polgár, mindenek előtt, az életed árán is, saját magad ösztönei és bűnei ellenére állandóan keresd a végső igazságot. Ebbe belefér a görög filozófia, a római jog és költészet, ebbe belefér minden őszinte kereső ember, és ebbe belefér a katolikus egyház is, amely azt mondja, hogy én nem keresem az igazságot, én birtoklom. Persze mondjuk alázatosan, nem mi birtokoljuk az igazságot, hanem az igazság birtokolja az egyházat. Mit mondott Jézus? Én vagyok az igazság. És néha az egyház se engedi, hogy birtokolja Jézus, hogy a szeretet uralmát kiterjessze. Milyen megdöbbentő. Tehát példát mutathatunk a kereső embernek abban, hogy minket már megtaláltak. Mi többet nem keresünk, de most következik egy óriási feladat. Az egyháznak lassan újra egyházzá kell lennie. Látó emberekkel kell lennünk minden nap. Elmélkedő, szemlélődő, Istenbe merült embernek. Élni kell a ti papságotokat, ami a keresztséggel van, és a mi felszentelt papságunkat, az Istennel való kapcsolatot, és csak ezen belül van a testvéri kapcsolat, férj-feleség kapcsolat, ezen kívül nem működik. Mert mindegyikünknek a szívét rákapcsolta Isten az ő szent háromságos életére. És a két emberi szív, amely az Jézus szívére van kapcsolva, szereti egymást, akkor nem csak úgy szereti, hogy férjem, feleségem, gyerekem, unokám, barátom, stb., hanem mint ahogy egy Isten szeret egy Istent. Egyébként erre a szeretetre vágyakozunk. Kedves testvéreim, ezért kellett volna kiírni, nem az, hogy állami iskola, ilyen nincs. A lét végső értelmét kereső állami iskola. A lét végső értelmét kereső és szolgáló parlament. Mert ha nem ez van, akkor nem sokára diktatúra lesz. Ha az Isten elszakad, az ember elszakad az Istentől, tehát az Istennel való kapcsolata megszűnik, akkor az ő uralma megromlik. Kedves testvéreim!
Milyen aktuális ez az ószövetségi olvasmány? Micsoda feladatot kaptunk? Jézus uralkodása az igazság uralkodása, azt mondja Pilátus, ne félj. Az én országom, az én királyságom abban áll, hogy tanúságot teszek az igazságra. Ez nagyon érdekes, mert Izraelben nem az a, aki tanúságot tesz az igazságra, az a próféta, nem pedig a király. De Jézusban együtt van. Az ő uralma az igazság. Csak az igazság szabadít meg titeket. Görögül az aléteja, vagyis az a végső valóság, amiről Szent Pál írt, amit föltárt Isten Krisztusban. Kedves testvéreim, most elérkeztünk egy nagy történelmi fordulóhoz, és ez gyönyörű. Az egyháznak egyházzá kell válni, a keresztény hívőnek keresztényi, a papnak pappá, hogy megmentsük az Isten kapcsolatot kereső, öntudatlanul is kereső embertársainkat, hogy megmentsük azt a törekvésüket, hogy látni szeretnék, hogy mi az igazság, és hogy megmentsük, megtisztítsuk az uralkodást. Gyönyörű korszak, és mint minden gyönyörű korszak, vértanúságban, szenvedésben születik. És meg ne történjék az, ami hát most történik azért az egyházban is, amit Jáki Szaniszló atya mondott nekem, alig akartam elhinni, talán a 70-es években vagy mikor, egy úgynevezett ökumenikus gyűlésen az egyik presbiteriánus, tehát nem katolikus lelkész oda ment hozzá, Father Stanley, itt van ám az ideje, hogy az evangéliumot a Constitutionhez igazítsuk. Tehát, hogy az evangéliumot átírjuk az amerikai alkotmány nevében. Ez megy most Európába. Nem. Az alkotmányokat kell kinyitni az igazi emberség felé, ahol majd az evangélium újra hangozhat. Ezért van az evangéliumban az, hogy ahol nem fogadják el, ott ne egyezkedjetek. Nem kell, hogy tele legyen mindig a templom. Félhitetlenekkel. Aki azt se tudja, kicsoda Krisztus, azt se tudja, hogy mit jelent megkeresztelve lenni. Menjetek el, rázzátok le a port a lábatokról, tanúságul ellenük. De milyen nagy öröm az, amikor az evangélium hirdetőjét befogadják. És úgy fogadják az evangéliumot, mint Isten igéjét, mert az is. Nem pedig csupán emberi beszédet. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Az itteni hívőközösség a lelki gyakorlatra idejárok, mindazok nevében, akik itt személyes kapcsolatba kerülhettek veled, köszönetet mondok mindezekért. És kérlek, hogy továbbra is légy védő angyal a sümegnek, ha nem is ugyanazokkal az eszközökkel, és nem is a testi közelség révén, hanem a lélek eszközeivel, a Jóisten áldjon meg, és tartsál meg bennünket jó emlékezetedbe.
Isten áldjon. Hát kedves testvérek, Katalin rám zúdította mindazt, amit a Jóisten művelt, úgy látszik felhasználva engem is, és hát akkor nekem most egy nagy köszönetet kell mondani Istennek, akitől minden jó származik. Legyen hála ezért a szűk negyed századért, amelyet nagyon nagy örömmel töltöttem itt, és ha itt hagynak, akkor ugyanolyan örömmel maradok. Nagyon szépen köszönöm, és az összefoglalásból láttam, hogy bizony nagyon sokan nemhogy megértették, hanem még ki is egészítették, magukévá tették az Isten igéjét. Pál atyának pedig nagyon köszönöm azt, hogy megemlítette a Jelenések könyvébe, hogy Efezus angyala, Laodicea angyala, mert az angyal itt nem azt a égi lényt jelenti csupán, hanem az, hogy küldött. Tehát a Jóisten küldte. Ezért aztán az apostolokat is nevezték, apostolos ugyanaz a szót, ugyanazt jelenti, hogy küldött. Tehát az apostol is küldött, meg az angyalokat is küldi néha az Úristen. Hát aztán máshova is küldi. Úgyhogy oda megyek, ahova küld, de nem felejtem el a kedves híveket, és minden nap imádkozom azokért, akik hallgatják Isten igéjét, bár nagyon töredékes. Hát tessék elképzelni, hogy Szent Pál, ez a világ legnagyobb szónok, a zsenie, azt mondja, hogy az ige hirdetésem töredékes. Hát akkor az enyém még inkább. Csak hogy az enyém, a misém viszont nem töredékes. És a Szent Misében egészül ki, mint ahogy bennetek is. És egész hit lesz. Hát Pál atyának meg nagyon köszönöm az, hogy példát adott, abban, hogy hogyan kell egy közösséget kinyitni a nagyobb közösség felé. Köszönöm, hogy elviseltél gyarlóságaimat, és hogy igazi testvér voltál. És most én is egy kicsikét, mikor itt hagyom a helyet, nem hagyom itt a testvéreket. Van egy mélyebb kommunikáció, ami sokakat kikészített a Covid-ba. Nekem jól esett. Az, hogy nem jöttek, nincs sok beszéd, de sokkal többet beszéltem róluk Istennek. Könyörögtem értük. Tehát tanuljuk meg, és én is ezt szeretném megtanulni, azt a mély kommunikációt, amire azt mondja Proászka, hiszek a lelkeknek szent közösségében. Mindent köszönök. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. A Zóna Televízió magazin műsorával természetesen a jövő héten is jelentkezünk, méghozzá különleges módon, hiszen a 25. adásunkra kerül sor. Úgy jubilálunk, hogy megmutatjuk az elmúlt 25 adás legjobb pillanatait. Várjuk Önöket tehát a jövő héten is a viszontlátásra.